Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Újabb cégek érkezhetnek a helyi ipari parkba. 12 napi rendi pontról döntöttek a képviselők. Testületi ülést tartottak Dombóváron. 740 kilométert futnak, hogy rászoruló gyerekeknek segítsenek. Fokozottan kell figyelni nyáron. Tragédiába torkolhat a vezetés a forró napokon. Újabb vállalkozások jelentkezését várják a Szekszárdi Ipari Parkba. A létesítmény fejlesztésére 3 milliárd forintot költhetett a város. Ez jelentős adóbevételt eredményez majd a tervek szerint, de más a kiadásokat mérséklő határozatot is hoztak a képviselők a legutóbbi testületi ülésen. 500 fő dolgozik most az 50 hektáros Szekszárdi Ipari Parkban, a munkavállalók száma viszont hamarosan jelentősen emelkedhet. Befejeződött ugyanis az a közel 3 milliárd forintos fejlesztés sorozat, aminek eredményeként az eddigi csarnokokat felújították és új épületeket is emeltek, valamint közművesítés és útépítés is zajlott. A beruházásnak köszönhetően már a bérlőket keresi az önkormányzat, ha pedig lesznek alkalmas jelentkezők, az komoly adóbevételt hoz majd a városnak. Sokáig az volt a dilemma, hogy az Ipari Park Kft. Mint Szekszárdváros 100%-os tulajdonú cége nem üzemeltetheti ezt az ipari parkot, de szerencsére ezt is meg tudtuk oldani, úgyhogy az ipari parkot a Szekszárd Ipari Park Kft. Fog üzemeltetni, és volt itt egy olyan döntés, ami július 30-ára datálódott a határideje, amit előrehoztunk az előkészítését július 5-ére, tehát július 5-én már tudunk dönteni arról, hogy a Szekszárd Ipari Park Kft. Bérbe adja ezeket a csarnokokat, a felújított csarnokokat és az újakat is, úgyhogy reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik, és minden működni fog, és keressük a bérlőket. A helyi járatos buszközlekedés finanszírozás régóta évi több százmilliós kiadást jelent Szekszárdnak. Csak tavaly 500 millió forint mínusz keletkezett emiatt. Most ezzel kapcsolatban sikerült megegyezni az állami volánnal. A cég ritkítja a járatait augusztus 12-től. Voltak ugyanis buszok, amiken rendszerint mindössze néhányan utaztak. Emiatt 3 kocsit kivonnak a forgalomból, így 6 járat marad meg. Cserébe viszont a szekszárdiak a korábbi ár mindössze 25%-áért utazhatnak ezentúl városon belül. Helyjáratos díjat, viteldíjakat, értem ott a buszbérletet, a jegyet, az elővételvét, a jegyet, mindennek 75%-a csökkentjük az árát. Tehát gyakorlatilag negyedére csökken a fizetendő. A szekszárdi közgyűlés tagjai várhatóan júliusban tartanak legközelebb nyilvános testületi ülést. A háború után elszabaduló infláció húsba vágóan érintette Magyarországot. Ezt a kormányfő mondta pénteken reggel. Orbán Viktor ennek a fő okát az energiafüggőségben látja. Magyarország egyelőre különösen kitett a külföldre érkező energiának, de a miniszterelnök lát pozitív fejleményeket, például a naperőművek terén. Az infláció letörésében nem haladunk olyan gyorsan, mint szeretnénk, de haladunk, folytatta Orbán Viktor, majd megjegyezte, jó esély van arra, hogy július-augusztus körül ismét pozitívak lesznek a reálbérek. Sőt, Orbán szerint évvégére eljuthatunk oda, hogy az emberek összességében pluszban jönnek ki. Több 10 millió forintot költhet idén Tolna a városon belüli utak felújítására. Berta Zoltán, a település alpolgármestere ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, az utak állapota indokoltá tette, hogy idén nagyobb összeget fordítsunk erre a kiemelten fontos területre, ezért a mai testületi ülésen további 22 millió forintot szavaztunk meg a munkálatok folytatására, várhatóan az őszig azok befejeződnek. Jelenleg előkészítés alatt van a városi útfelújítási program is, a megvalósítására pályázatot terveznek benyújtani. Megtartott a nyári szünet előtti utolsó testületi ülését Dombóvárváros önkormányzata. A képviselők 12 napi rendi pontot tárgyaltak meg a nyílt ülésen. Képviselő testületi ülést tartott Dombóvárváros önkormányzata június 29-én. A testület ellenzéki képviselője Szabó Loránd, a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület vezetője többek között arról szólt, hogy az új dombóvári főutca és Ady utca vízelvezetése érdekében a polgármester korábban benyújtott 3 darab vízelvezetés támogató pályázatot. Ezek nyertek is 400-400 millió forint értékben, de senki nem érti, hogy miért erre a területre nyújtotta be, hiszen van 3 másik település részt, ahol egetrengetőbb, de sokkal nagyobb ez a probléma. Így
Gunaras, Szőlőhegy és Szuhajdom. Ráadásul Szőlőhegyet és Gunarast az elmúlt hetekben többször is elöntötte a villámárvíz, és ott kellett volna ezeket a feladatokat megoldani. Ráadásul az Ady utcában és a Fő utcában két védett gesztenyefasor van. Mi nem azt mondjuk, hogy az öreg és veszélyes fákat nem kell onnét kivágni, viszont ezt lehetne szakaszosan művelni. Szabó Loránd ezt rossz döntésnek tartja, a közmeghallgatást akar többen magával, de ez nem jött létre. Az elmúlt időben több villámárvíz érte Dombóvárt és a környező településeit, mint egész Európát. Ezért a 12. napirendi pontban ezt tárgyalták most, mondta Pintér Szilárd, fideszes polgármester. A gunarasi városrészünk tekintetében kellett egy gyors beavatkozást elkövetnünk. Mi ezeket a műszaki megoldásokat már be is fejeztük. Nagyjából azt gondoljuk, hogy kihúzzuk úgy, hogy már a közeljövőben elöntse a víz a nyaralókat, de mindezeket ellenére úgy érzékeltük, hogy ezek nem végleges megoldások, ezért vízügyi szakemberek bevonásával kérjük a vízkárellátási tervünknek a felülvizsgálatát, és kérjük azokat a szakmai véleményeknek a megfogalmazását, amellyel véglegesíteni tudjuk azt az állapotot, hogy a nyaralókat nem önti el a sár, és nem megy be a víz a szuterénbe. Nagyon fontos, hogy ez csak egy konstruktív együttműködés keretében jöhet létre, hiszen a gunarasi nyaraló övezetet termőföldek veszik körbe, és ez a víz most a termőföldekről érkezett, tette hozzá a polgármester. Nyilván van egy jogszabály, ami kötelezi a termőföld használókat, hogy az ott keletkezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodjanak, illetve oldják meg, de én azt hiszem, hogy mindegy, a nyaraló tulajdonosokat sem hagytuk magukra, így a termőföld használókat sem fogjuk magukra hagyni, és egy közös megoldást fogunk ebben kikerekíteni a jövőben. Nyilván majd, ha a megoldás megjön, akkor azt tudjuk árazni is, és nyilván itt alapvetően az a költségvetési szűk keresztmetszet lesz majd a megoldás megvalósításának a legnagyobb akadálya, hogy mikor áll majd rendelkezésünkre az az anyagi forrás. Nagyon remélem, hogy miután ez egy konstruktív együttműködés, így a földhasználók és az önkormányzat is közösen elő tudja állítani majd azt a fedezetet, amelyre röviden belül a végleges műszaki megoldás is bekövetkezhet. Egy év múlva ilyenkor már arról lehet beszámolni a nyaraló tulajdonosoknak, hogy a víz többet nem fog befolyni a nyaralójukba, tette hozzá Pintér Szilárd. Még mindig sokan ülnek volánhoz, miután alkoholt ittak. Tolna vármegyében csak csütörtökön 4 ilyen sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök. Egyiküket egy a Nagyszokolyt Iregszemcsével összekötő úton megállított 65 éves nőt további mintavételre is elő kellett állítani. Vele szemben tüntetőeljárás indul a Tamási rendőrkapitányságon, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Záporok zavarják az aratást, a csapadék már nem hiányzik a kalászosoknak és az érésben lévő megynek, málnának, de a kukorica és napraforgó meghálálja, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat az elemzésében. Múlt szerda óta az ország északkeleti harmadán jelentős, sokfelé 20-70 mm közötti csapadék hullott, de délen és a Rába mentén többfelé csak néhány milliméter esett. A középső talajrétegbe is jutott a nedvességből, így főként az Alföld déli és nyugati részére jellemző kisebb száraz foltoktól eltekintve jellemzően kellő nedvesség áll a növények rendelkezésére a talajban. Az elsőként érő árpa betakarítása többfelé már a múlt héten megkezdődött, de az érés végén jár a repce és a búza is. Az elmúlt napok csapadéka nem hiányzott ezeknek a kultúráknak, és előfordulnak megdőlt táblák is. Az aratásra meleg, száraz idő lenne az ideális a folytatásban, mutattak rá. A kukorica és a napraforgó számára viszont jól jött a múlt heti meleg és a napsütés, majd az azt követő csapadék, az állományok szépen növekednek, tették hozzá. Az Egyvérből vagyunk alapítvány idén is megtartja nagy sikerű jótékonysági futását. A Rajt Egyben a Mozdulj Bonyhád eseménysorozat egyik állomása is, ahol nem csak a sporton volt a hangsúly, hanem az ezzel egybekötött jótékonykodáson, a külhoni magyarság támogatásán. A rendezvény részeként még véradást is szerveztek a program központi helyszínén, a Percel kúriában. Az Egyvérből vagyunk alapítvány által felkért ultrafutók egy 740 kilométeres távot teljesítenek részben futva, részben kerékpárral Bonyhádról indulva. Erdélybe érve több gyermekotthonba is befutnak a résztvevők, ahol nehéz sorsú gyerekekkel találkoznak majd, akiknek sportcipőket adnak át. Az üzenetünk, hogy másokon segíteni mindig lehet, nem csak karácsonykor kell észrevenni, hogy vannak nehéz sorsú gyermekek. A programsorozat részeként szervezett véradáson is nagy számban vettek részt. Bonyhád városa kiemelt rendezvényként tekintett az eseményre, nagyban támogatta annak létrejöttét. A mai napot összeköti az adományozás, a vér,
a sport és a nemzeti összetartozás. Mindegyik fogalom nagyon fontos számukra, de a legutóbbinál maradok, különösen kedves a szívünknek a nemzeti összetartozás, nem csak személyében, államtitkár úr személyében, aki térségünk országgyűlési képviselője is, hanem mert a testvérvárosaink is a határon túli lakta településekről vannak számos, négy is, hogyha egészen pontosan jól számolom. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen sokan eljöttetek. A jótékonysági programot Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője is támogatja. Ő is rajt hozzáállt. Arról a nemzeti összetartozás érzésének a megerősítése az egyik feladata ennek a futásnak, a jótékonykodás és a véradás mellett, és ez semmivel sem lehet jobban megtenni, mint a közös sportolással. A futás a Gyergyószárhegyi gyermekotthonnál lévő emlékműnél ér véget. Ide a sportolók a hozzájuk csatlakozó több száz hátrányos helyzetű fiatallal együtt futnak majd be. Ezt követően pedig még egy gyermekfesztivált is rendeznek nekik a helyszínen. Nőtt az ingatlan kereslet és az eladások száma május hónapban, de ez csak bizonyos tranzakciókat érinthet, és még egyáltalán nem biztos, hogy vége a piac idei keresleti pangásának, állítják szakértők. A tavalyihoz képest idén májusig a hazai ingatlanpiac 30-40%-os keresletcsökkenés szenvedett el. Áprilisban ez enyhült valamelyest, és májusban már látszanak a jelek rá, hogy a befagyás nem a valódi kereslet hiánya miatt van, sokkal inkább a kivárás játszik szerepet benne. A kínálati adatok folyamatos emelkedése is arra utal, hogy nem a világvége közeledik az adásvételek területén, hanem a drága hitelek és az infláció lassúbb csökkenése mellett az árakat makacsul a régi magas szinten rögzítő tulajdonosoknak köszönhető a pangás. Elhunyt Právics József, a Tolna vármegyei önkormányzat egykori alelnöke, a Magyar Szocialista Párt korábbi területi vezetője, aki négy cikluson keresztül dolgozott a dél-dunántúli régió fejlődéséért. Právics József 1951. február 1-én született Dalmandon. Általános iskoláját szülőfalujában végezte, majd tanulmányait Szekszárdon folytatta tovább a Bezerédi István közgazdasági technikumban. 1970-ben felvételt nyert a budapesti pénzügyi és számviteli főiskolába, ahol megszerezte diplomáját. Ezt követően visszatért szülőfalujába, a helyi mezőgazdasági kombinátban kezdett dolgozni, az ő vezérigazgatósága idején lett a vállalat az ország egyik legeredményesebb agrárnagyüzeme. Dalmandon túl az MSZP Tolna vármegyei elnökeként, Tolna vármegyei közgyűlésben is képviselőként tevékenykedett négy cikluson keresztül. Právis József haláláig a régió fejlesztésén dolgozott. Tragédiába torkolhat a nyaralásra vezető út, ha az autóban ülők nem elég figyelmesek. Ezt hangsúlyozta a rendőrség. Nyáron az utakon megnő a forgalom, ráadásul az időjárás sem kedvez a reakcióidőnek. A nyári időszakban minden évben megugrik a közlekedési balesetek száma. A hőségben nő a vezetők reakcióideje. Ráadásul az iskolai szünetek alatt egész nap tele vannak az utak, rengetegen indulnak pihenni autóval. Ennek kapcsán szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy mindig legyenek körültekintőek, mindig közlekedjenek figyelmesen, hiszen hogyha mindenki a szabályokat betartja, akkor a balesetek nem történnek meg. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem mindig van így, hiszen a nyári nagy melegben számos ember nem képes annyira koncentrálni a közlekedése során. Ezért, hogyha úgy érzi valaki, hogy hosszabb útra indul és elfáradt, akkor mindig álljon meg. Menjen néhány kört az autója körül, beszélgessen családjával, esetleg fogyasszanak el egy üdítőt, vagy egyenek meg pár falatot, és ezt követően folytassák útjukat. A rendőrség szóvivője szerint a koccanásokért jelentős részben a nyári időjárás okolható ebben az időszakban. A forróságban ugyanis nehezebb koncentrálni. A szakember azt mondja, aki teheti, utazzon tömegközlekedési eszközzel. Fontos az, hogyha valaki nyaralni indul, és az autóval közlekedik, akkor sohasem hagyja benn kisállatát a kocsiba, illetve hogyha esetleg egy rövidebb bevásárlást tervez, akkor a gyermeket se hagyja ott az autóban, annak ellenére, hogy ő esetleg elaludt. Nagyon szépen megkérünk mindenkit, hogy ezeket az apró dolgokat tartsák be, hiszen a nyáron nagyon rövid idő alatt felforrósodhatnak a járművek belső terei, ami egy szaunához hasonlóan forróságot eredményez, és rövid időn belül, aki nem bírja ezt a forróságot, akkor meg is fulladhat az autóban. A szakember szerint az is fontos, hogy ne hagyjunk az ülésen vagy olyan helyen robbanásra alkalmas tárgyat, például öngyújtót, ahol azt a szélvédőn beszűrődő fény felmelegítheti. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Kedvező változások a szépkártya juttatásokban.
A munkáltatók legfeljebb 200 ezer forint támogatást adhatnak. Megújulnak a pécsi gyakorlóiskolák, közel 1 milliárd jut a fejlesztésekre. Sérült fiatalok lakhatását segítik Pécsen. Otthont alakít ki a Kerekvilág Alapítvány. Kedvező irányba változnak a szépkártya juttatások. 2023. augusztus 1-e és december 31-e között legfeljebb 200 ezer forint támogatást adhatnak béren kívüli juttatásként a munkáltatók. A 2023. június 19-én megjelent kormányrendelet alapján új, kedvezőbb irányba változnak a szépkártya juttatások. Ezekről a változásokról kérdeztük Barlai Krisztina Katalint, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Baranya vármegyei Adó és Vámigazgatóság igazgatási és humánpolitikai osztályának kommunikációs referensét. Augusztus 1-e és december 31-e között a munkáltatók egyszeri 200 ezer forintos plusz támogatást utalhatnak a dolgozóik szépkártyájára. Ezt a támogatást akár egy összegben vagy részletekben is utalhatják ezekre a szépkártyákra. Abban az esetben, hogyha a dolgozónak több munkáltatója van, akár az összes munkáltatótól megkaphatja ezt a plusz támogatást. Abban az esetben, hogyha a munkavállaló nem teljes adóévben dolgozik, akkor sem kell arányosítani ezt a 200 ezer forintot. Abban az esetben, hogyha a munkavállaló új munkaviszonyt létesít, akár az új munkáltatótól is megkaphatja ezt a plusz támogatást. A teljes összeget a munkavállalók továbbra is több módon felhasználhatják. Tehát ezt az összeget, illetve a szépkártyán lévő teljes összeget augusztus 1-e és december 31-e között hideg élelmiszer vásárlására is fel lehet használni, illetve az egyéb lehetőségeket is ki lehet használni. Megújult belső terek, világítási és informatikai rendszerek, valamint új bútorok, ezeket a fejlesztéseket végzik a következő hetekben a pécsi gyakorlóiskolákban. A munkálatokra 800 millió forint pályázati pénzt nyertek. Ebből valósul meg az intézmények modernizálása nyár végéig. Dolgoznak a pécsi Deák gyakorlóiskolában a munkások. Nem csak ez, hanem másik két intézmény is megújul a nyáron. Az egyes gyakorló és a Babits gimnázium is fejlesztéseken esik át a következő időszakban. Megújulnak az épületek, informatikai fejlesztések lesznek, és az iskola bútorzatot is modernizálják a három intézményben. A belső terek megújítására törekednek elsősorban, mondja a gyakorlóiskolák vezetője. Parkettázás, teremfestés nem mindegyik, nyilván a legszükségesebb, de ezeket meg tudjuk tenni. A folyosók megújulása, szekrények, tanulói szekrények cseréje, falburkolat cseréje, javítása, itt nem épületenként mondom, hanem úgy általában ez fog történni, mosdók, vizes blokkhelyiségek. Nagyon fontos része a projektnek egy energiatakarékos informatikai fejlesztés, egy energiakorszerűsítés. Ennek keretében a valamennyi világítótest cseréje megtörténik mindegyik épületünkben. A mosdókban pedig mozgásérzékelő lámpákat szerelnek be. A Babitsban egy futópályát is kialakítanak a testnevelés órákhoz. Az informatikai fejlesztések a pedagógus képzést is segítik, mondja Turi Katalin. Nem pusztán azt segítik, hogy a mi diákjainkat olyan környezetben, olyan digitális környezetben oktathassuk, amit azért itt a 21. század, most már harmadik évtizedében elvárunk, hanem azért ne feledjük el, hogy ez egy gyakorló intézmény. Tehát én azt gondolom, hogy a leendő pedagógusok, a jelenlegi tanárjelöltek is olyan digitális környezetben gyakorolhatnak, ami bízom abban, hogy a generációkat, akiket ők majd tanítani fognak tudni, meghatározó lesz a számukra is. Hazánkban általános tapasztalat, hogy az iskola bútorok régiek elhasználtak, ezen szintén változtatnak. Amikor érettségi találkozókra szoktak jönni a volt diákjaink, akkor megjegyzik, hogy ők is még ezekben a padokban ültek. Na, vélhetően ennek vége lesz most a beszerzéssel, ugyanis tényleg én azt gondolom, hogy mind ergonómiailag, mind kinézetre, mind funkcióra nagyon modern és nagyon jó iskolabútorokat fogunk tudni beszerezni. A megújítás költségét egy pályázati forrásból fedezi a fenntartó, Pécsi Tudományegyetem. A gyakorlóiskolák fejlesztése korszerűsítésére összesen 800 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaptak. A munkák augusztus végén fejeződnek be.
Egy kertvárosi évek óta üresen álló ingatlant alakítana át a Kerekvilág Alapítvány, hogy lakásokat alakítson ki azoknak a gondozottjaiknak, akik szeretnének és képesek az önállóbb életvitel kialakítására. A terv megvalósításához pályázati forrás nyertek, de elfogadnak adományokat, felajánlásokat is, hogy biztos anyagi háttérrel kezdhessenek a beruházáshoz. Most a Baranya vármegyei önkormányzat nyújtott segítséget. Ezt az épületet alakítják át a Kerekvilág Alapítvány gondozottjainak jelenleg. Itt alakítanak ki olyan lakásokat, ahol önállóan élhetnek majd azok, akik el tudják látni magukat. Így kikerülhetnek az intézményi keretek közül, saját használatú otthont kapnak. A beruházást támogatja a Baranya vármegyei önkormányzat is, erről döntöttek a képviselők a héten. Szeretném megköszönni itt ezen a lehetőségen keresztül is a megyei képviselőknek a nagy lelkűségét. Mivel a Kerekvilág Alapítvány támogatott lakhatási projektjét támogatják, erről azt kell tudni, hogy 12 fogyatékkal élő ember számára építünk ebben az évben lakhatási lehetőséget. Mivel vannak köztük olyanok is, akik nem Pécset élnek, hanem a megye különböző pontjain, ezért a megyei önkormányzat is támogatta ennek a megépítését, amit ezúttal is köszönünk. 100 000 forintot kapnak most az önkormányzattól. Az épület a pécsi kertvárosban található. A munkálatokra 350 millió forint pályázati forrást nyertek, ebből alakítják ki a lakásokat az ingatlanban. Elektromos járművet is beszereznek, egy kis buszt, hogy tudják szállítani az alapítvány gondozottjait. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Közgyűlés Szekszárdon. Újabb cégek érkezhetnek a helyi ipari parkba. 12 napi rendi pontról döntöttek a képviselők. Testületi ülést tartottak Dombóváron. 740 kilométert futnak, hogy rászoruló gyerekeknek segítsenek. Fokozottan kell figyelni nyáron. Tragédiába torkolhat a vezetés a forró napokon. Szombaton hidegfront alakítja időjárásunkat. A Dunántúlon egyre nagyobb területen élénkül meg a szél, esőzés sem kizárt. Vasárnap napos, az ország egy jelentős részén szeles, mérsékelten meleg idő várható. Hétfőre is túlnyomó rész napos, melegedő nyaralóknak, strandolóknak is kedvező időre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!